Ez külön mindenkinek, hiszen mindenki rengeteget dolgozik, és ezzel akkor sem vitatkozom, ha tudjuk, hogy nem igaz. Azt végképp elfogadom, hogy mindenki úgy érzi, hogy ő mindent megtett, hogy övé legyen a földi mennyország. Kár is lenne egymást győzködni, hogy kidolgozik többet. Egyébként a legtöbben csak arra vágynak, hogy a világ elismerje a munkájukat, a tehetségüket, szorgalmukat, izzadságcseppjeiket. Senkit se szeretnék kiábrándítani, de a világ sosem az összehasonlítás alapján értékelte a munkánkat. Csak azt nézi, hogy valami elég vagy sem ahhoz, amit el szeretnél érni. A világot és ezen belül az életedet folyamatok alkotják, egyik eseményből keletkezik egy másik esemény lehetősége. Észszerű lenne hát nem becsukni a szemünket ezelőtt a tény előtt. Egy tegnapi beszélgetés során felmerült az, hogy nem mindenki látja saját magát, és nem mindenki látja azt, hogy mi az, amit képes tenni, és mi az, amit valóban tesz. És ez nem csak arról szól, hogy valaki keveset tesz, hanem arról is, hogy valaki sokat tesz, és nem látja, hogy már eleget tett. Ahogy majdnem minden nap, ma reggel is elmentem sétálni, és ahogy megyek föl egy meredek emelkedőn, eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen a megerőltetésből ennyi elegendő is lenne. De teljesen jól látható, hogy nem értem föl, az út pedig arra vezet, tehát arra felé tudok hazaérni. Annyira jó lenne, ha az életünk dolgai is ilyen egyértelműek lennének. Nyilván nem az jutott eszembe, hogy én már eleget mentem, tehát már fönn kéne legyek a dombtetőn, hanem egyszerűen folytattam az utamat. Teljesen természetesen folytatom, csinálom tovább. Minden egyes lépéssel egyre közelebb vagyok a dombtetőhöz. Ebből nagyon könnyen meg lehet érteni az impulzus értékét. Minden egyes impulzus hozzárak a rendszerhez, és előbb-utóbb mennyiségileg elérkezünk oda, hogy talán elegendő ahhoz, hogy létrejöjjön valami. A mennyiségek természetesen előbb-utóbb minőségi változást követelnek meg, és hogyha a cél olyan, hogy mássá is kell válni, és nem csak ott kell lenni valamiben, akkor bizony annyi impulzus kell, hogy meglegyen a mennyiség, és meglegyen a minőség is. Ebben a fantasztikus bölcs állapotban hatalmas felismeréshez juttatott az élet. Mint minden reggel, ma is kiraktam a kamerát, hogy fölvegyem a napfelkeltét. Ezt látjátok minden vlog címénél. Rutinosan kezelem az eszközöket, ettől függetlenül koncentrálok arra, hogy mindent helyesen beállítsak, úgyhogy elég sokáig elpiszmogok, hogy minden úgy legyen, ahogy szeretném, amennyire a lehetőségek is megvannak. Hagyom 2-3 órát, hogy fusson a kamera, és azután kimegyek, és megnézem, hogy mit kaptam, milyen eredménnyel mehetek vissza a stúdióba. Sajnos nem vettem föl semmit, nem elegendő beállítani a kamerát, sokat foglalkozni vele, nem elegendő utána nézni, nem elegendő megvásárolni a kamerát, ha nem kapcsolod be. Bizonyos impulzusok szükségesek ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. És ráadásul a legrosszabb az az életben, nem elegendő bekapcsolni, ha például nem veszed meg a kamerát, vagy nem állítod be a kamerát, vagy nem értesz hozzá, vagy bármi, ami szintén nem, tehát nem adsz meg mindenféle impulzust, és nem csak egyféléből sokat, hanem mindenféle impulzust. Ez nagyon jó lenne, ha mindannyian megértenénk, mert rengeteg konfliktus forrása az, hogy mi valamit gondolunk, hogy sokat tettünk, a másik ember meg úgy gondolja, hogy nem, és egyiknek sincs igaza, mert mind a két ember azt kéne lássa, hogy van eredmény, vagy nincs. De ha már az impulzusokról beszélünk, akkor hadd adjak magamnak valami építő, lelkesítő, kellemes és jó visszajelzést arról, hogy az elmúlt héten milyen munkát végeztem. Az volt az egyik cél, hogy van egy munkafolyamat, ami 6 órát vesz igénybe, és ezt le kell szűkíteni 1, maximum 2 órára. Na most már elértem azt, tegnap lemértem, hogy 3 óra lett a munkafolyamat ideje. Hát ez örömteli, de nem elegendő. Tekintve a célt, hogy ennek a folyamatnak minden nap meg kell történnie, és márciustól minden hónapban legalább 2 héten keresztül tulajdonképpen 4 óra szabadidőm lesz. És ebbe beletartozik az is, hogy eszek, iszom, ide megyek, oda megyek, beszélgetek, köszönök az embereknek, ráadásul reggel 6-kor kelek, és hajnali 1-kor, 2-kor fekszem. Hát ha el is érem a célt, akkor sem lesz elegendő az az eredmény, hogy végig tudjam csinálni egész évben ezt a feladatot. Természetes, hogy az csak az első cél lehet, hogy leszűkítsem a munkafolyamat idejét. A másik cél mindenképpen az kell legyen, hogy valamit ki kell találnom, hogy hogyan csináljam másképpen, hogy beleférjek az időbe. Mert csak az a fajta és mennyiségű munka elegendő, amelyik az eredményt fogja produkálni. Teljesen mindegy, hogy szeretem a munkámat, és szeretek sokat dolgozni. Azt kell tennem, ami szükséges,
és elegendő. A szükséges még egész jól megfogalmazható, de az elegendő sosincsen definiálva. A dolgok olyanok, mint a szög, addig kell ütni, amíg be nem megy teljesen. Van egy ilyen játékunk, Kisorosziban nagyon sokat játszottunk szeminárium közben, leraktunk egy tuskot, és a tuskóba beleraktunk százas szögeket, körbeálltunk, mindenkinek volt egy szöge, és körbeadtuk a kalapácsot. Mindenki üthetett egyet, és rá kellett csapni a szögre. Van, aki sokat dolgozott, és rengeteget ütött, van, aki meg keveset dolgozott, keveset ütött, de az nyert, akinek a szöge egységben volt a tuskó felületével. Teljesen mindegy, ha sokat ütögetsz, de nem találod el a szöget, akkor nem lesz eredményed. Teljesen mindegy, hogy ha gyengén ütöd, akkor nem fog igazából lemenni a szög. De az már sokat számít, ha pontosan odaütsz, és annyit, amennyit kell. Én mindig csinálok valamilyen kontrollt a feladataimban, ahogy dolgozom, előbb-utóbb kiállok belőle, és megnézem külső szemmel, hogy milyen eredményt értem el. Ha nem értem el az eredményt, folytatom. Ha azt látom ebben a vizsgálatban, hogy nem haladok, akkor viszont másképp kell folytassam, újat másképpen, és ugyanolyan lendülettel kell csináljam, mint hogyha most kezdeném. Ennyire egyszerű, elegendő impulzus kell rendszerbe foglalni. De mi van, ha valaki a szükségesnél sokkal többet rak bele? Na, erről majd egy másik videó fog szólni.